A listavezető győri csapat vendége volt a Nyíregyháza, Spartacus nem kezdett rosszul, a fehérmezes Spari és a 16. percben a vezetést is megszerezte. Hornyák Marcell volt eredményes 16 méterről, gyorsan jött a válasz hazai részről, a 22. percben egyenlített az Eto'o, Andrics végezte el a szögletet és a kapuba csavart 1-1. A gyors gólváltás után ismét mezőnyjáték következett, majd a 33. percben a győriek másodszor is betaláltak, Szimcsó volt eredményes. Kalmár balról érkező beadása után lőtt a kapuba. A 49. percben növelte előnyét a hazai csapat, egy beadás utáni horvát fejest jobban még hárított, a kipatanult viszont Szántó a kapuba lőtte 3-1. A hajrában próbált szépíteni a Nyíregyháza, de kimaradtak a lehetőségek, sőt a 94. percben Gulyást egy belépő után kiállította a játékvezető. A lefújás után a hazai a kapus edzője és a Spari vezetőedzője is pirosat kapott. Az Eto'o 3-1-re megnyerte a mérkőzést, a Spari pedig a 10. helyen áll a tabellán. A klub csütörtökön sajtótájékoztatót tartott utánpótlás ügyben. A Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia ugyanis megállapodást kötött a Filó esével. A jövőben a legtehetségesebb gyerekek a Sparihoz kerülnek, akik pedig ott kevesebb játék lehetőséget kapnak, a Filóban focizhatnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell megijedni és nem kell félni attól, hogy minden, aki éppen egyeneset rúg a labdába, az már kerül át a Bozsik Akadémián, hiszen pont ez a lényeg, hogy mindenki a megfelelő helyen tudjon folyamatosan játékba lenni, ne tűnjön el gyerek. A legkiemelkedőbb képességűeket, aki a korosztályába kiemelkedő, csak azokat. És ez korosztályonként egy-két fiúról lehet szó, tehát ez éves szinten olyan is előfordulhat, hogy esetleg nincsen. Tehát nincs probléma, visszafele áramlásnak is van lehetősége, tehát itt kiemelném azt, hogy oda-vissza áramlás. Tehát ez nem kudarc egy gyereknek, hogy 12-13 évesen esetleg azt javasoljuk, hogy egy-két évet töltsön el a Filóba, játssza ki magát, mert a játékperceket mi nem tudjuk pótolni, lehet, hogy kevesebb játék lehetőséget tudunk adni, ezért ő nem úgy fejlődne. Ott viszont igen, és sokszor azt mondom, hogy egy kicsit a fizikai fejlődésre is hatása van az, hogyha jó szellemben, sikerélménnyel, gazdagon tud a gyerek esetleg hétről hétre hazamenni. A Filó ESE 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy minél több gyerek focizhasson, a klubok között szakmai együttműködés is lesz. Egy célért küzdünk, hogy a nyíregyházi futball élet minél magasabb szinten történő létéről beszélünk. A szakmai továbbképzésekről beszélünk, a mi edzőink legyenek minél magasabb szinten, ők is ahhoz, hogy legjobb edzéseket tudják tartani, és azok a gyerekek, akik ide átjönnek, azoknak ne legyen lemaradásuk, illetve ugyanolyan szinten tudjanak edzeni tovább, mint ahogy nálunk edzettek. Jelenleg a két egyesületnél 300-300 gyerek focizik, akik között több olyan tehetség is van, akik akár korosztályos válogatottságig juthatnak, a jövőben közös rendezvényeket is tartanak a klubok.